Szeretettel köszöntök minden kedves tévénézőt! Stúdiónk mai vendége Karcagi Nagy Zoltán, a Karcagvárosi Önkormányzat Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságának az elnöke, a 6-os számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője, életműdíjas előadó művész, valamint a területi Prima Primissima díj idei jelöltje. Köszöntöm a Karcag Televízió stúdiójában. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszöntöm a kedves riporterhölgyet. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a Karcag Televízió valamennyi kedves nézőjét. Beszéljünk a képviselőként betöltött tisztségéről. Mióta látja el a képviselői feladatokat, illetve a város melyik részén helyezkedik el a körzete? 2002-ben ért az a megtiszteltetés, hogy a körzet lakossága bizalmat szavazott nekem, és azóta már 5 alkalommal. A körzet, ez a 6-os számú választókerület, ahogy az előbb el is hangzott, körülbelül úgy tudom elmondani, hogy a Morgócsárda, a vasútállomás, a Kerekes István utca, a Kisújszállási úti sarka, és a déli külvárosnak az Arany János úttól kifele, a vasútállomás fele eső része. Ezt öleli át az a körzet, elég nagy, elég bonyolult a utcáknak az elrendeződése, hogy melyik oldalban vagyunk, melyik oldal már a másik képviselői, de hát ezt is tanulmányozunk és megoldjuk, mindig odafigyelünk rá. Tekintsük át a körzet szavazóköreit. Hol vannak ezek? Az egyik szavazókör az a Városgondnokság, és a másik pedig az Arany János Általános Iskola, hát a volt Arany János Általános Iskola, és ide várjuk a kedves szavazókat minden alkalommal. Az önkormányzat milyen egyéb bizottságának munkájában vesz még részt? Igen, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elnökeként, és ezen kívül pedig a Idegenforgalmi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, amit Pánti Ildikó képviselőtársunk vezet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, amit Nagyné László Erzsébet képviselőtársunk vezet, illetve a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, amit Molnár Pál képviselő úr vezet. Ezekben a bizottságokban veszek részt. Térjünk rá az idei költségvetésre. Mikor tárgyalta a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a 2024-es költségvetés tervezetét, illetve a képviselőtestület mikor és hogyan fogadta el? Igen, január 29-én, egy hétfői napon tartottuk a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ülését, ahol megvitattuk és egyhangulag támogatta a bizottságunk a költségvetés tervezetét, és itt szeretném megköszönni a közreműködők munkáját, így Szepesi Tibor polgármester úr, Gyurcsek János alpolgármester úr, ők segítettek a kidolgozásban, és természetesen részt vettek a költségvetési iroda dolgozói, Élükön Szabóné Bóka Réka, akinek szintén köszönjük a segítséget és a profi odafigyelést a költségvetés elkészítésére. A testület elé 31. ülésén került, közmeghallgatás keretében zajlott ez az ülés, és ott fogadta el a képviselő testület teljes egyetértésben és támogatással. Melyek voltak a Karcagvárosi Önkormányzat 2024-es évi költségvetésének fő célkitűzései? A fő célkitűzések a működés előző évekhez hasonló színvonalon történő biztosítása, a kötelező és önként vállalt feladatokat ellátó költségvetési szervek és gazdasági társaságok finanszírozásának biztonsága, a folyamatban lévő fejlesztések megvalósítása, valamint újabb pályázati lehetőségek kihasználása. Ezek voltak a fő célkitűzések. Melyek a kötelező feladatok? Kötelező feladatok a település üzemeltetési feladatok, óvodai nevelés, szociális és gyermekjóléti intézkedések, gyermek étkeztetési, valamint kulturális feladatok. Ezeket a Karcag Városi Önkormányzat a karcagi több célú kistérségi társulás fenntartásában lévő költségvetési szerveken keresztül biztosítja. A központi támogatásokat saját bevételeinkkel kiegészítve megfelelő fedezetet tudunk biztosítani az ellátandó feladatokhoz. Az önkormányzati feladatok között melyek szerepelnek jelentős összeggel? A belterületi utak, járdák felújítása,
Egyébként ezeknek a kivitelező tárgyalásai, kivitelezőkkel való tárgyalásai éppen most folynak, minden körzetet érint, és hamarosan döntés lesz ennek a ügynek kapcsán. Tehát a járdák felújítása, parkolók kialakítása, a választókerületi településfejlesztési kiadások, a közvilágítás biztosítása, a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és továbbfejlesztése, bővítése, a környezetvédelemmel, állatvédelemmel kapcsolatos feladatok, amik jelentős összeggel szerepelnek, kulturális feladatok, a helyi autóbusz közlekedés támogatása, valamint a vízi közmű szolgáltatás fejlesztése is. Köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig megköszönöm a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!